Történeti Szabolcs és Szatmár megye határán fekvő Vaja központjában áll, a 17. század elején épült, két emeletes, átellenes sarkain egy-egy toronnyal bővített kastély. A csúcsíves ablakok, a zömök pártázatokkal lezárt tornyok egy minden ízében romantikus kastélyképét vetítik elénk. Az évtizedek során elhanyagolt kastélyt 1960 és 62 között az Országos Műemléki Felügyelőség újította fel. Az 1990-es évek közepére újfent szükségessé vált a kastély teljes körű felújítása, amelyet az épület úgynevezett hitelesítő kutatása előzött meg. Az 1996-ban megkezdett munka 2001-ben fejeződött be. Az első emelet érkezőjében központi helyet foglal el egy barokk stílusú szám. A feljegyzések szerint a gyermek Mária Teréziát ezen húzták a helyiek úgy, hogy előtte sóval hintették fel a földet, hogy csúszson. A kastély első emeleti termeiben számtalan festmény és korabeli bútor idézi meg a régi korokat. Fél szemét kendővel letakarva néz a látogatóra Vaj Ádám, aki a dualizmus korában volt tulajdonosa az épületnek. Ő rendelte meg a második emeleten látható és a nikkápolyi csatát megörökítő falfestményt, amellyel a honfoglalás 1000 éves évfordulója előtt tisztelegtek. Mellette felesége, vele szemben családja többi tagja látható. A termekben a térség ismert birtokosainak festményei is megtekinthetők. Szinte mindegyiket Lór Ferenc festette. Szintén az első emeleten található egy tanácskozóterem, amelynek közepén egy hatalmas asztal helyezkedik el 10 székkel. Így gyűlhettek össze a korabeli magyar urak, hogy egyességre jussanak bizonyos kérdésekben. A 1711-ben ez a kastély adott helyszínt Károlyi Sándor és Pálffy János tárgyalásainak is, amely lezárta a szabadságharcot. A terem sarkában luxemburgi Zsigmond bújik meg, ismeretlen alkotó festményén. A második emelet egyik szárnya pedig a Rákóczi szabadságharc emlékét őrzi. Festményeken és tablókon keresztül mutatja be az 1703 és 1711 között történt eseményeket, különösen az 1711-es béketárgyalásokat, amelyeknek ez a vár volt a helyszíne. Megismerhetjük a vezérlő fejedelmet, a korabeli országirányítás legfontosabb személyeit. A katonai viseletek, de a fegyverek is megjelennek a tárlaton. A kastély a Rákóczi szabadságharc idején jelentős szerephez jutott. Második Rákóczi Ferenc 2 alkalommal járt itt, a felkelés megindulása és hanyatlása idején, és fontos tárgyalásokat folytatott. Első látogatása 1703. július 19-én történt. Ez alkalommal nyerte meg a vai testvéreket, Lászlót, Mihályt és Ádámot a felkelés ügyének. Rákóczi már előzőleg kapcsolatban volt a vai fivérekkel, ugyanis a nagy hűtlenségi per során a császár őket is elfogadta, és csak 1702-ben szabadultak a bécsi újhelyi börtönből. Rákóczi 1703-ban azzal a számítással jött Vajára, hogy a vai testvérekben segítőtársakat nyer.
ebben a vállalkozásban nem is csalódott, a közös szenvedések emlékéből könnyen fakadt a közös célkitűzés. A Vajai vára még aznap kitűzték a Prolibertát zászlót. Ugyanakkor Rákóczi Vajai Lászlót elküldte a Kisvárdai vár hódoltatására. Ugyanis a nemesség bizonytalankodva fogadta a felkelést, nem látta világosan Rákóczi célkitűzéseit. Hangulatukat híven tükrözik Rákóczi szavai. A hirtelen és lelkes parasztfelkelés megdöbbentette a nemességet, mivel a parasztokat izzó gyűlölet vezette uraik ellen. Éppen ezért a megyék nemessége nem tudta, melyik pártra álljon, mert egyformán félt a néptől és a németektől. Így a mindnagyobb területre kiterjedő általános népfelkelés elől a vármegyék nemessége a megerősített várakba és városokba húzódott. A szabolcsi nemesek Ibrányban, Kálóban, Kisvárdán kerestek menedéket. Rákóczinak tehát meg kellett nyernie szép szóval vagy fenyegetéssel a nemességet. Ebből a célból bocsátotta ki július 18-án a Naményi pátenst, amelyben haza megmentésére és a népfelkeléshez való csatlakozásra szólította fel a nemességet, és ugyanebből a célból küldte Vajai Lászlót Várdába. Arra számított, hogy a szabolcsi nemesség jobban hallgat egy közülük lett kurucra, mint egy paraszt felkelőből lett kapitányra. Vajai László küldetése sajnos nem járt sikerrel. A Kisvárdai várban lévő nemesség csatlakozása helyett Rákóczinak meg kellett elégednie azzal a nyilatkozattal, hogy a háta mögött nem fognak ellenséges cselekményeket elkövetni. A vaiak kezdettől fogva szívvel lélekkel a fejedelem mellett álltak. Vajai Ádám hadba szállva követte Rákóczit, aki már Káló elfoglalása után udvari marsallá nevezte ki. Midőn a felkelés hanyatlóban volt, a fejedelem hűemberének várkastélyát választotta a császár küldöttével való egyezkedő tárgyalások helyszínéül. 1711. január 31-én tehát ismét Vajára jött. Emlékirataiban így írt erről a találkozóról. A haza szeretete és nyugalmának őszinte óhajtása engem Vajára vezett, hogy ott értekezzem Pálffy tábornokkal. Este felé megérkeztem e helyre. Pálffy tábornok és én ugyanabban a kastélyban szálltunk. Előttem érkezett és kint fogadott, amikor lovamról leszálltam. Amikor egyedül maradtunk Pálffyval, biztosított a császár jó akaratáról, és arra buzdított, hogy írjak az uralkodónak egy hódoló levelet. S ha ezt megteszem, biztosíthat róla, hogy a császár a nemzetek épp úgy, mint az erdélyeknek, megadja a törvényeken alapuló minden szabadságát és általános bocsánatot mindazoknak, kik még fegyverben vannak. Ami pedig az én személyemet illeti, nincsen olyan becsület, méltóság, kedvezés, vagyon, amelyet ne remélhetnék az erdélyi fejedelemség kivételével. A fejedelem a felkínált személyes előnyöket visszautasította, de megígérte, hogy 3 napon belül illendő levelet ír a császárnak. A nemzetre vonatkozó ígéreteket előtte meg akarta tanácskozni a szenátussal és a szövetkezetrendekkel. Késő éjszakáig tárgyaltak Pálffyval, s mint írja, másnap kora reggel egy időben távoztak. A Vajai várkastély, mint látjuk, fontos tárgyalások helyszíne volt a Rákóczi szabadságharc idején. A fejedelem kétszeri Vajai látogatását az épület falába elhelyezett emléktábla is megörökíti. A Vajai várkastély nem csak a Vajai család, de a Rákóczi szabadságharc emlékét is méltóan megőrzi, Vaján. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.